Minden reggel egy kissé megszületünk. Minden nap egy kissé élünk. Minden este egy kissé meghalunk. Történetek, példaképek, gondolatok. Utóirat. Dunaújváros és a környékén élők mindennapjaiból. Szerkesztő Fodor Endre. Szerintem valamennyien gondolkodunk arról, hogy milyen lenne a filmben szerepelnénk, de elsősorban, mint főszereplők, nem mint a kamera mögött álló személyek. Te rögtön az első pillanatban a kamera mögött szerettél volna állni? Ez szerintem nem volt ennyire tudatos. A film mint olyan érdekelt már gyerekkoromtól fogva. Aztán úgy alakult, hogy életemben először a kamera előtt voltam, illetve mögötte. Ez nem pont egyszerre volt, ez egyszerűen annyi oka volt, hogy ketten kezdtünk el filmezni, még gyerekkorunkban, Szent Kuti Tamás barátommal, és tulajdonképpen egymást filmeztük. Tehát olyan történetet írtunk, amiben két szereplő tűnik fel, de nem egyszerre, mivel nem volt egy harmadik valaki, aki kettőnket filmezzem. Úgyhogy először kipróbáltam magam, úgymond nagyon nagyképpen mondva, színészként is, aztán később rájöttem, hogy ezt nem kéne erőltetni. Nem tetszett? Nem tetszettél magadnak? Én nem vagyok arra alkalmas, tehát én inkább a kamera mögött, és egyre inkább a kamera mögött. Emlékszel az első alkotásokra? Hát ezt nehéz elfelejteni, mivel meg is vannak, és olykor előveszem, mert nagyon rossz minőségben vannak meg sajnos. Ha jól emlékszem, én 11 éves voltam, Tomi barátom 13, amikor vásároltunk egy rusz márkájú Super 8-as filmfelvevőt az Ofotérban, 500 forintba került, ami akkor komoly összeg volt, tehát ilyen pár húsvéti locsolás eredményét kellett összerekni, hogy meg lehessen venni a gépet, és akkor csinálgattunk kis filmeket. Úgy emlékszem, 2,5 perces filmtekercsek voltak, és ezekből raktunk össze egy 15 perces filmet, ami egy ilyen kicsit... Persze mai szemmel nézve roppant naív történet volt, egy idegen lényről, aki az űrből érkezik, és van egy ilyen különleges műszere, amivel eltüntett tárgyakat, meg ilyenek, és akkor ezt ő elveszíti, emiatt nem tud visszamenni az űrbe, de én megtalálom. Persze nem tudom kezelni, történnek mindenféle csodák, amivel én nem tudok mit kezdeni, és aztán a végén úgy alakul, hogy összebarátkozunk és minden jóra fordul. Persze ez így elmondva, ez már izgalmasabb, mint maga a történet. De akkor ez egy nagy kísérlet volt, és tényleg kísérlet volt, mivel hiszen nem tudtunk semmit a filmezésről, egy-két könyvet lapoztam át a filmkészítés gyakorlati oldaláról, és próbálgattuk a beállításokat, próbálgattuk a trükköket, a gyorsításokat, visszafele mozgást, eltüntetéseket, ilyeneket, stop trükköt, animációkat próbáltunk csinálni. Akkor volt az időpont évet tekintve? Ez 1985-86-ban volt. Akkor már voltak jó, viszonylag jó technikai berendezések? Vagy mondjuk ez, amit említette, ez mennyire volt jó, vagy használható? Vagy hogy éppen effekteket tarts, rendez? Hát ez még a videókorszak előtt volt, tehát nem is volt nagyon más, mint a Super 8-as technika. Ez néma film volt, és nem is vágtuk, tehát nem volt semmiféle vágóberendezés. Amikor nagyon elrontottunk valamit, akkor azt egyszerűen úgy vágtuk el, hogy ollóval, és a szalag két részét összeragasztottuk celuxszal. De ez nagyon nem volt jó dolog, mivel ugye a film ettől fogva sérülékeny volt, tehát mindig azon a ponton szakadt el a vetítéskor. Úgyhogy ezek tulajdonképpen vágatlan filmek voltak, kamerába vágott filmek. Kísérletek voltak, amelyeket családi körben mutattunk be, és ott elég nagy sikert aratott. Szeretted visszanézni a korábbi filmjeidet? Mindenképpen, már csak azért is, mert ahogy telnek az évek, minden filmemet már másképp látom, és persze látom a hibákat.
hogy mit kellett volna másképp, de ezeken szerintem érdemes tovább lépni, tehát ezek nem bánom, nem vagyok úgy vele, hogy fú, de kár, hogy nem úgy csináltuk, mivel akkor ott tartottunk, meg ott tartottam én is, tudásban, tapasztalatban. Nyilván az a cél, hogy fejlődni, és egyre jobb, egyre profi filmeket csinálni, technikai szempontból is, meg mindenféle szempontból. Na most a dunai városiakat megkérdezném, hogy ismerik-e Bernát Zsolt tevékenységét, vagy ilyen irányú tevékenységét, akkor a dunai városban sokan tudnák ezt? Szerintem a filmes részét most már mindenképpen, tehát azért most már eltelt 10-valány év azóta, hogy elkezdtünk dolgozni, és hál' Isten a helyi sajtó azért elkényeztetett minket, tehát kezdettől fogva, amikor már mertünk kiállni közönség elé, tehát meg volt az első bemutatónk, onnantól fogva azért meg volt az a híradás, ami elősegítette azt, hogy azért aki újságot olvas, tévét néz, rádiót hallgat, az tudott arról, hogy van itt a városban egy filmes csapat, akik amatőr filmeket csinálnak saját pénzből. Tehát ezt szerintem most már mindenki tudja. Az, hogy régen zenéltem is, meg voltak ilyen irányú készítéseim, ezt mondjuk már kevesebben. Azt, hogy írok is, ezt talán még kevesebben. A zene és a film talán így majdnem, hogy egyszerre jelent meg az életemben. Tehát így gyerekkoromban mindig ilyen dolgokkal foglalkoztam, ami így külső szemlélők mondták, hogy ennek semmi értelme nincsen, mert hogy kéne valami rendes szakmát választani, és valami olyasmi irányába fordítani az érdeklődésemet, ami később esetleg pénzt hoz a konyhára, vagy segít egzisztenciát teremteni. Hát erre nem voltam képes. Én 10 éves korom elején kezdtem el írkálni, mindenféle vicces, meg fantasztikus történeteket, akkor jött a filmezés, és hát ugye ezeket is azért meg kellett írni valahogy, ezeket a filmeket. Illetve hát a zene volt, ami még egy nagyon nagy vágyam volt, én szerettem volna rockdobos lenni, és ezügyben tanultam is nagyon sokáig dobolni, volt egy zenekarunk, így a garázsban lévő csörömpöléstől nem sokat jutottunk tovább, tehát egy óriási korszak volt, így a, úgymond ez a rocker korszak, a sörözésekkel, meg nagy álmokkal, meg mindennel együtt, ami így azzal járt. Most arra ez olyannyira csillapult, hogy maradtam zenegyűjtő, meg zenerajongó, de
most már ezt teljesen félretettem az életemből. Az írás és a film viszont maradt elég tartósan. Hosszú folyamat volt, amíg odáig eljutottam, hogy kaptam pénzt a munkámért, a filmes munkámért. Tehát ugye ez évekig csak hobbi volt, gyakorlat, és tulajdonképpen ment bele a pénz. Tehát itt ugye zseppénz, meg kajapénzből készültek ezek a filmek. Jóval később volt az, hogy már tudtam úgy dolgozni, akár videoklipben, kisfilmben, hogy valamilyen szinten honorálták a munkámat anyagilag. Persze, attól is függ, hogy hány szereplővel, hány operatőrrel, milyen vágás, milyen hosszúságú filmet hoztok létre, de azért milyen költségvetésűek az amatőr filmek, jelen esetben mondjuk a ti filmjeitek? Hát ez változó, a nulla költségvetéstől kezdve, ez most már milliós költségvetés is. Most ez az utolsó filmünk, ez már több millió forintból készült. Még mindig töredéke ez az összeg a mondjuk az átlagos magyar filmek költségvetésének. Tehát a nem sokára elkészülő Illúziók című filmünk az annyi pénzből készült, mint amennyiből egy félperces reklámfilm szokott készülni, amiket látható különböző kereskedelmi vagy akár nem kereskedelmi csatornákon. De ez az összeg akkor is óriási ahhoz képest, hogy tényleg nullából kezdtük. Mi mindig azt mondtuk, hogy nulla költségvetésű filmeket csinálunk, ami persze nem volt igaz, hiszen ugye voltak telefonszámlák, nyersanyag, utazási költségek, egy csomó minden, ami ott volt költségként, csak ugye mivel ezeket soha nem számoltuk ki, ezért nem tudtuk rámondani azt, hogy na ez a film ennyibe került, ez a film annyiba. Amikor valami költség fölmerült, akkor a zseppénzből finanszíroztuk. A Sohasem volt Glória című film volt az első, ahol alapítványi támogatásból dolgoztunk, és nagyon-nagyon jót tett, hogy végre van egy kis pénz. Tehát nem probléma az, hogyha tudunk helyszíneket bérelni, vagy fizetni egy szereplőnek, vagy profi nyersanyagot venni, vagy kameramozgató berendezéseket kölcsönözni. Tehát ezek, azt hiszem, hogy a mi esetünkben minden fillér látszik a filmen, amit ráköltöttünk. Most frappáns lenne azt mondani, hogy milyen sanyarú és milyen nehéz a amatőr filmesek helyzete, ami igaz is. De hát azért sokkal inkább teret nyernek ma az amatőr filmek, az amatőr filmesek, elég, hogyha a filmszemlékre gondolunk. Tehát egyfajta lehetőség előtt álltok ti is, vagy egyfajta lehetőség előtt áll a Dunaújvárosi filmes csapat is? Mi kell ahhoz, hogy igazán megjöjjön az az átütő siker, és mondjuk ne csak kimondottan a helyi médiumok foglalkozzanak ezzel a csapattal, a filmmel, hanem egy populárisabb alkotás szülessék? Én inkább beszélnék általánosságban, hogy a technika fejlődése hozta azt, hogy most már akár az internetnek köszönhetően, akár a számítástechnika fejlődésének köszönhetően szinte bárki nézhető minőségben tud filmet csinálni. Tehát egy olcsóbb DV kamerát azért már hozzáférhető azért már szinte, tehát mondjuk bárhol, otthon már lehet vágni számítógépen. Az internet segítségével ezek a filmek korlátlanul népszerűsíthetők és nézhetők. Tehát inkább az változott, hogy ezeket a filmeket nem kell már kutatni videótékába, ahol nem is voltak egyébként jelen moziban meg főleg, hanem tényleg ott az internet, és bárki rákattint, és az adó filmet megnézheti. Tehát a mostani, mondjuk a 90-es évek óta készült amatőr filmek azért már eléggé szem előtt vannak a korábbiakhoz képest. Tehát mindig is volt amatőr filmezés Magyarországon is, de az, hogy volt valahol egy filmtekercs, amit aztán senki nem látott, nem lehetett bemutatni, sokszorosítani, ide-oda vinni, azért az lényegesen más korszak volt. A Hasfelmetszők alkotói újra összefogtak, és létrehozták új játékfilmüket. Szóval, egy postát akarok felnyomni, ehhez kérdeztem, hogy még egy ember. Már meg is győztél. Szegény gyerekeknek bedelték a tejet. Te mit csinálsz? Meg akarod enni a kifli csücskét? A gyöklityi becsusszant. Beütött a krach. Sörben már különben is belefőznek egy csomó mindenféle szemetet, férget, bogarat, meg a betegebb munkásokat. Akkor te miért iszol? Mondtam, hogy ne így akkor a reggel sört. Nekem már mindegy, én ma úgyis szenny vagyok. Jött kifelé az 5 litri tej, csak most forró csoki formájában. Nézzetek, kilátjátok. Van két ajtó. Szokásos bejárat, kijárat. A saját melónkat az profin megcsináljuk. Egyszer nem pofázna bele, mi lenne? Stukkerek. Ne ezt, Muszped, ne ezt. Én skorpiót vagy kalasnyikovot akartam volna. Nem ilyennek ismertelek állat. Azért a konyhába beskubiztam volna. Érted? 5 litri forró csoki. Két nap története ártatlanságról, barátságról,
erőszakról és végzetről. Üdvözöl a Psycho! Soha se volt glória. Zsolt, milyenek a jó filmek? Én most egy picit együvé vonnám a művészfilmeket a commerce filmekkel. Szóval mitől jó egy film? Hát ez jó kérdés, és ez szerintem teljesen szubjektív. Én nem szeretem ezt a két fogalmat, hogy művészfilm meg commerce film, mert szerintem mind a kettő valamilyen szinten pejoratív. Tehát a művészfilm szó hallatán az embernek általában egy ilyen elborult valami lilaköd, beburkolt és általában nézhetetlen filmeske jut eszébe, amit mondjuk megnéz az alkotó meg a családja. Ha meg a commerce filmet mondjuk, akkor a commerce szónak is van egy olyan értelme, hogy ez valami gagyi. Szerintem ezt így nem szabad külön választani, mert... De hát a szakma is külön választja azért, nem? Hát szerintem elég baj. Tehát mondjuk, hogyha akár Hitchcock filmjeit megnézzük, vagy Chaplin filmjeit, ezek mind szórakoztató filmek voltak, és mindegyik nagyon magas művészi szinten volt elkészítve. Tehát abban a korszakban, mondjuk így a 70-es évek előtt talán mondhatni, nem nagyon volt ez a dolog így ketté választva. De mondjuk akár lehet nézni mondjuk Spielberg filmjeit is, amik szintén nagyon-nagyon szórakoztatóak, és ezzel a céllal készültek, hogy lehet, hogy tömegek lássák őket, akár az Indiana Jones filmek, vagy az E.T., vagy későbbi filmjei, de ezek nagyon magas művészi szinten voltak elkészítve. Tehát az adott kor színvonalához képest, mondjuk az adott műfajban torony magasan jobbak voltak. Na de mitől tartod magasabb színvonalnak? A színészi játék, a technikai megvalósítás, a jó effektek, a jó vágás, vagy ennek a összegyúrása? Hát ebben minden benne volt. Tehát pont Spielberg mondta azt, hogy ha profi filmet akarsz, akkor dolgozz profikkal. Tehát, hogy legutolsó világosító is legyen profi, és akkor jó lesz a film. Na most ez már az amerikai filmtörténethez tartozik, hogy a 70-es évben volt egy ilyen nagy generáció, a Spielberg, Lucas, Coppola, akik tényleg feltámasztották Hollywoodot. Ugye manapság az, hogy Hollywood uralja a világpiacot, vagy mondjuk Magyarországon ugye a moziba került filmek nagy része amerikai film, ez természetes, de ez nem volt mindig így. Tehát a 60-as években például nem így volt, meg az 50-es években sem. Tehát az európai filmnek, az új hullámnak és a többi filmeknek, Fellini és hasonló sokkal nagyobb nézettsége volt, mint mondjuk manapság. Erről persze tehet a forgalmazó is, aki meg sem kísérel mondjuk olykor behozni olyan filmeket, amit lehet, hogy nem tömegek néznek meg, de mégis a választási lehetőséget azért felkínálhatnák sokszor. Tehát én mostanában nagyon sok keleti filmet nézek, koreai filmeket, kínai filmeket, akár orosz filmeket, hihetetlen magas színvonalon vannak elkészítve, és nagyon, minden műfajban nagyon jók. Tehát vígjátékban, drámában, horrorban hihetetlen magas szintet értek el, és ezeket valahogy nem látni sajnos, vagy csak nagyon ritkán. Hát ez elsősorban forgalmazási probléma, illetve a forgalmazók hozzáállását mutatja. Én magam is vitatkoztam, beszélgettem a főiskolai hallgatókkal, hogy nehéz-e mondjuk egy ismert regényből filmet készíteni, vagy egy ismeretlenből könnyebb. Néző az először olvassa a könyvet, vagy először nézze meg a filmet, melyik részesüljön előnyben, melyik egészítik-e a másikat. Szóval milyen témából érdemes ma filmet készíteni? Hát ezt kutatják már évtizedek óta, hogy mi az a jó forgatókönyv, és valahol ki is alakult egy sablon, amit még akár tanítani is lehet, hogy hogyan néz ki egy forgatókönyv bármilyen műfajban. Tehát azért ezt már kitalálták, hogy ez hogyan működik, vagy hogyan nem működik. Nem lehet kiszámítani, hogy mi lesz sikeres, én azt mondom. Tehát annak idején, amikor mondjuk Tarantino megjelent a Ponyveregény, illetve korábban a Kutyaszólítóban című filmekkel, akkor elképzelhetetlennek tűnt, hogy miért lehet az érdekes, hogy loser gangsterek a kocsiba megbeszélik, hogy mennyibe kerül a hamburger, vagy a Big Mac a mit tudom én, Párizsban, illetve New Yorkban, vagy hogy hívják. Tehát ez egy olyan commerce dolog volt, és annyira úgymond gagyinak mondható, hogy ez biztos, hogy senki nem jósolta meg, hogy ebből az emberből az lesz aki. És ugye a Ponyveregény is, meg a későbbi Tarantino filmek van, hihetetlen népszerűség tettek szert. És nem lehet ezt megjósolni. De ez ugyanúgy van például a Harry Potternél, ugye ott még a regényről érdemes beszélni először, hogy tehát hihetetlen mennyiségű mesekönyv jelenik meg Amerikában, vagy ifjúsági könyv. Meg Angliában miért pont ennek az írónőnek
a szüleménye lett ennyire népszerű. Tehát nem tudom, valamiért így ezek a témák, vagy ezek az alkotások valamiért elkapnak egy hullámot, és onnantól fogva viszont nem lehet nem sikeres. És attól lesz jó film talán, hogy sémákban gondolkodik, vagy attól lesz, hogy próbálkozik, kísérletezik? Mind a kettő elsülhet jól. A sémák azok általában beválnak. Tehát a nagyon profik, hát mondjuk Amerikában ott szinte muszáj a sémákból építkezni. Ezek lesznek mondjuk tömegfilmek, amik ugye visszahozzák az árat, és nagyon nagy nézettséget érnek el. A kísérletek, azok pedig lehetnek nagyon jó szakmai sikerek, és termelhetnek ki olyan rendezőket, akiket újítónak fognak utána nagyon hívni, és ezekből is lehet kultusz. Tehát én, ha ezt a két kategóriát erőltetjük, hogy kommerszfilm, meg művészfilm, akkor egy harmadik kategóriát is bevonnék, az a kultuszfilm. Az mind a két kategóriában lehet. Tehát vannak olyan kommerszfilmek, mint mondjuk a Ponyponyveregény akár, vagy a Csillagok háborúja, amik egyébként kultuszfilmek is egyben. És lehetnek olyan művészfilmek is, amik szintén mondjuk kultusz státuszt érnek el, és ez szerintem inkább a tartósságot jelenti. Tehát rengeteg sikeres amerikai film, vagy akár nem amerikai film, lehet, hogy az első hétvégén hihetetlen sikert ér el, és mondjuk két hónapig megnézik annyian, hogy megakaszt a sikernek számít. De egyébként már senki nem tudja, hogy ez mi volt. Míg lehetnek olyan filmek, amiket én kultuszfilmeknek hívok, amiknek a tartósága akár évtizedekig megmarad. És akkor ezek a filmek hosszú távon hozzák azt a nézettséget, akár mint egy ilyen megakaszt a siker mondjuk két hónap alatt. Viszont lehet, hogy beszélnek róla 10-20 év múlva is, és nagyon sok ilyen film van azért, ami mint tulajdonképpen a regényeknél is ugye azt mondják, hogy ott mondjuk 50 év az, ami klasszikussá tesz egy regényt. A filmeknél ez azért valószínűleg kevesebb, de azért már lehet látni most már az elmúlt 100 év film történetében, hogy melyek azok az alkotások, amiket még most is néznek és hivatkoznak rá, és újra és újra rátalálnak az újabb generációk is. Egyetértünk abban, hogy születnek nagyon jó magyar filmek? Igen. Kedvenceid? Hát én magyar filmekkel kapcsolatban kicsit szkeptikus vagyok. Vannak kedvenceim, de nem olyan sok. Az elmúlt évek filmterméséből szerettem a Kontrollt. Szerintem nagyon érdekes film volt mindenféle szempontból. Szerettem a Hosszú alkonyt, az Árnyék a havon, ez mind a kettő Janis Attilának a filmje. Most érdekes, mert ezeket a filmeket, hogyha megnézzük, nagyon erősen érződik rajta a rendezői elképzelés. Tehát egyfajta képen most úgy látom, hogy a rendező szólal meg belőled. Hát a magyar filmek elsősorban még mindig szerzői filmek. Tehát mégis amit mondtál, hogy a rendezőnek a személyisége érződik rajta, illetve ezek ilyen egyfajta önmegvalósító filmek. De nálunk egyszerűen így alakult ki. Tehát persze leszámítva a kimondottan tömegfogyasztásra szánt magyar vígjátékokat, mondjuk a Koltai Róbert filmektől kezdve a Gyöngyösi Bencinek a filmjei, meg ezek a remékek, amik készültek, azokat bárki csinálta volna, mert ott azt se tudják sokan, hogy ki rendezte. Tehát ezek ilyen úgymond commerce filmek, míg ezek a szerzői filmek, ezek azért nem csinálta volna meg bárki. De bár bocsáss meg, látod, te is most a commerce filmet jelzed, de hát tényleg jobbat nem tudunk rá kitalálni. Igen, tehát ez egy olyan szó, amit mondtam, hogy nem szeretek használni, de végül is kell, mert azért ez létezik. Hogyha további filmeket tudnék még mondani, nagyon tetszett a Szomorú vasárnap. Ezek nem mostani filmek, csak én általában ilyen jó pár év késéssel szoktam mondjuk magyar filmet nézni valamiért, és nagyon véletlenszerűen, és akkor van, ami megragadt. Nagyon tetszett a Szomorú vasárnap, például, amit mondtam, akkor... Mi volt még olyan magyar film? Volt a Érzékek iskolája, a Grillus Dorkának az első filmje talán. Lehet, hogy nem az első, de szerintem még főiskolás korában csinálta. Ezek valamiért megfogtak annak idején, de sokkal többet is tudnék említeni, ha sokkal több filmet néznék, magyar filmet, de sajnos keveset nézek. Európai vagy amerikai filmet nézel akkor? Nem is teszek különbséget, sokszor nem is tudom az adott filmről, hogy európai vagy amerikai. Az utóbbi években inkább kelet felé kezdtem így orientálódni, tehát amit mondtam, hogy szívesen nézek koreai vagy kínai filmeket, európai filmeket keveset, egyszerűen azért, mert nem jutok hozzá. Amerikai filmet azért könnyebb hozzájutni mindenképpen. Én azt mondom, hogy Európa most megint nagyon jön fel. És a keleti blokk is nagyon jön fel, tehát hihetetlen jó filmek készülnek egyébként Lengyelországban is, Oroszországban is, Németországban is.
északon is. Tehát megint szerintem van egy reneszánsz, és szerintem ez hamarosan azért meg fog jelenni így a forgalmazási struktúrában is. Tehát azért már sok ember mondja, fiatalok és idősebbek is, hogy elegük van az amerikai kiszámítható és sablonokból építkező filmekből. Előtted azt a poént, vagy azt a szerkesztői fogást, hogy én föltegyem neked a kérdést, hogy melyik kedvenc olvasmányodból készítenél filmet, mert hiszen az illúziók az pont ez. Mit kell tudnunk a filmről, a csapatról, a résztvevőkről, és a film készítés jelen pillanatban milyen szakaszában áll? Az Illúziók című film, ami talán jövő héten elkészül, sőt, mondjuk azt, hogy elkészül, ez egy másfél éves munka eredménye, és az eddig a legnagyobb munkám volt mindenféle szempontból, tehát akár a befektetett energiát, akár a ráfordított időt tekintve. Richard Bach Azonok című regényéből készült. Ez egy olyan könyv, amit valóban így kb. 15 éve olvastam először, és azóta szerettem volna megfilmesíteni, ami első gondolatot teljesen lehetetlennek tűnt. Már csak azért sem, mert ez olyan technikai igényeket támaszt, hogy azt nem tudtuk volna mondjuk megfizetni 15 évvel ezelőtt. És most is csak azért tudjuk, mert van egy nagyon kedves barátom, a Váci Károly, aki a filmproducere, és aki egy személyben finanszírozza a filmet. Jó, hogy ezt ő megteheti, és jó, hogy engem választott ki arra, hogy ezt a filmet megrendezzem. Az első olyan történet, ami nem saját írásból született. Ha adaptáltuk a regényt, és körülbelül, tehát jócskán átírtuk azért az eredeti regényt, de mégiscsak volt egy alap, amiből készült a forgatókönyv. A csapat ugyanaz, akikkel együtt dolgozunk már 15 éve. Ami nagy változás az az, hogy itt most szinte kizárólag csak profi színészek játszanak a filmben. Ugye korábban előszeretettel hívtuk meg a barátainkat játszani, aminek egyszerű oka volt, ők ingyen jöttek el. De ez egy olyan történet, komolyságát tekintve, meg hát maga a karaktereket is nézve, hogy ezt nem lehet amatőrökre bízni, sajnos. Én nem sajnos, mert hát ez így van. Úgyhogy felkértünk profi színészeket, akiknek ugye fizetni kellett, és hál' Isten fizetni tudtunk, és ők jelentik meg ezeket a karaktereket, de a csapat, a technikai stáb, az maradt, hál' Isten, a régi. Nevezzük meg őket, arra kérlek. Operatőr Szentkuti Tamás, aki ugye, mint említettem, gyerekkoromtól fogva jó barátom és együtt dolgozunk, ő volt minden filmünknek az operatőre. A vágó Vég Zoltán, aki szintén korábbi filmjeimet is vágta. Zeneszerző személye változott, ő egy új srác, úgy hívják, hogy Gulya Róbert, és nagyon meg vagyok elégedve a munkájával, fantasztikusan szép zenét írt a filmhez. Forgatókönyvíró Kiszabó Márk, aki szintén most már 10 éve együtt dolgozunk. És hát jöttek barátok, a sminkesek, a rendezőasszisztens, a gyártásvezető, aki véletlenül kedvesem, és jöttek statisztálni korábbi színészeink, akik ugye korábban főszerepeket kaptak, kedves barátaink, most itt feltűnnek egy-egy epizód szerep eréig, mint úgymond régi kabalák, régi motorosok. Nagyon szerettem volna azt, hogy barátaim körében forgassak, ami lehet, hogy nem profi hozzáállás. Tehát nem azt néztem, hogy honnan tudjak szerezni például egy nagyon profi és nagyon tapasztalt rendezőasszisztens, hanem inkább azt néztem, hogy jön el egy olyan kedves ember, akit szívesen látok magam körül, és akivel szívesen töltenék együtt egy nyarat, úgymond filmforgatás ürügyén. De ugyanez volt a helyzet a sminkesekkel, a segédoperatőrrel, és még sorolhatnám, a technikusokkal, szintén baráti körből kerültek ki, és én azt hiszem, hogy sikerült nekik szerezni, és nekik maguknak is szerezni egy nagyon jó nyarat
az a tavaly nyáron készült a film. Sokaknak ez az első tapasztalat volt a filmforgatást területén, és szerintem maradandó élményt jelentett. És ott említsük meg a profikat is. A színészekről van szó. Ők voltak tényleg a profik, akik én is nagyon sokat tanultam. Gáspár Tibor a film egyik főszereplője, Karajos Gábor a másik főszereplő. Feltűnik két kisfiú a filmben, illetve három kisfiú a filmben. Kilényi Márk Olivér, Sipek Mikolász, illetve Tomasz Kristóf, illetve helyi tehetségek is játszanak, úgy mint Szaksz Gabriella, illetve Kis Attila a Bartókból. Ők Attilával korábban nem dolgoztunk, még együtt Gabival már igen. Örültek nagyon, hogy ott lehetnek, és hát én is örültem, hogy elvállalták a felkérést. Oh.
a fény úszik át falak felé, vászon helyére valami képekkel. Mennyire vagy elégedett? Hiszen említetted, és most utalok a korábbi szavaidra, amikor azt mondod, hogy visszanézed a filmjeidet, és mindig újabb és újabb hibákat fedezel föl. Hát ez itt is ugyanígy van, ugye már nyáron történt a forgatás, tehát már jó pár hónap eltelt azóta. Már most látok hibákat természetesen, amit másképp kellett volna csinálni, viszont az a jó, hogy nem tudom, hogy csináltam volna másképp. Tehát én úgy érzem, hogy ami tőlem tellett, ahol én tartottam így 2008 nyarán, tapasztalatban, tudásban, azt beletettem a filmbe. Rengeteg olyan jelenet volt, ami korábban, olyan típusú jelenet, ami korábban nem volt a filmjeinkben, és ez okozott elég nagy fejtörés meg nehézséget, tehát rengeteget kellett tanulnom, és hát nagyon sokat tanultam is ismét a filmkészítésről a forgatások során. Összességében azt kell mondanom, hogy nagyon elégedett vagyok, tehát amit a filmen szeretnék elmondani, és amilyen hangulatot szerettem volna megteremteni, a sikerült. Egy-két jelenet van, amit én egy picit másképp képzeltem el, és a néző lehet, hogy nem fog észrevenni semmit, hiszen ő egy kész anyagot lát, de én tudom, hogy egy picit mást akartam. Azt, hogy miért nem úgy sikerült, ennek rengeteg oka van, volt az, hogy például az eső elmosta a forgatást, és már később nem tudtuk befejezni azt a jelentet, tehát egy-két képet még felvettem volna. Volt egy-két rossz választásom a statiszták terén, amit nem biztos, hogy úgy kellett volna, tehát arra jobban kellett volna figyelni, de ezek apróságok, tehát összességében most már ugye nagyon sokszor láttam a filmet, mondhatni halálosan unom, és sajnos mindig a félkész verziót kellett ugye néznem, a film ugye csak jövő héten készül el, tehát soha nem volt még ilyen, hogy ennyiszer láttam volna a filmet, a kész filmet a bemutató előtt, és most már nem tudok rajta változtatni, és most már nem is akarok. Tehát rengeteget szöszöltünk a vágással, ilyen másodperceket húzigáltunk ide-oda, hosszabb legyen a jelenet, rövidebb legyen, de azt hiszem, hogy amit majd át fogok adni a nézőnek, így hamarosan remélhetőleg, arra azért, hogy mondjam, nincs miért szégyenkeznünk. Minden ember. Azért jöttem, hogy megmentsem a bundás kenyeret. Minden apró mozzanat. Nem mindig hitték az emberek, hogy egyszer majd valaki repülni fog. Úgy került az életedbe. Ha tanulni akarsz, akkor talán egyszer majd kapsz egy jelet. Hogy te magad vonzottad oda. Utasokat visznek föl! És hogy most mit kezdesz velük? És választhatsz másik jövőt. Rajtad múlik. Másik múltat. Tomi, te tudsz a vízen járni? Ne félj, ott fogok mászni mögötted. Két pilóta története a barátságról. Olyanok vagyunk, mint a mágnes. És a mesterré válásról. Ez egy kolbász. Ahhoz, hogy szabadon élhess és boldogan, fel kell áldozni a magadra erőltetett szellemi nyomorúságot. Ezt a végtelen unalmat. Gáspár Tibor. Karajos Gábor. Kilényi Márko Lirél. Sipek Nikolász. Becsaptál, nem is tudsz a vízen járni! Nem érdekli őket! Te gyába! Ez a valóság, mi? Ez csak illúzió. Illúziók. Hány élet van a világegyetemben? Micsoda kérdés. Egy. Nagyon szeretem ezt a tevékenységet. Egyszerűen ennél az illúzióknál ez egy másfél éves alkotói folyamat volt. Én azt hiszem, hogy soha nem élveztem még ennyire az alkotás minden fázisát. Tehát korábban volt olyan filmünk, ahol nagyon vártam már a végét, és a forgatás része vagy a vágás része egy picit nyűgnek tűnt.
Itt az illúzióknál, itt az első perctől kezdve hihetetlenül jól éreztem magam az alkotói folyamatban, kezdve a forgatókönyvírással kapcsolatos agyalásokon át, a történetszövésen keresztül, akkor utána a helyszínkeresés, a szereplőválogatások, a maga a gyártási folyamat, tehát akár az engedélykérésektől kezdve a kellékek összeszedése, később a forgatás, minden fázisa, a vágás, a zenei munkálatok most a végén, tehát hihetetlenül jól érzem magam most ebben a folyamatban, és ez, amit nagyon szeretek csinálni, és akár van lehetőség filmet forgatni, akár nincs, írni mindig szoktunk, tehát Kiszabó Márk íróbarátommal mindig agyalunk valami történet, most is van egy új filmterv, ami már így az elmúlt pár hónapban dolgozunk. Tehát nagyon szeretem magát a folyamatot. Az, hogy most ez meg lett támogatva egy anyagi háttérrel, tehát mindenre volt pénz, amire szerettünk van, hogy legyen, vagy amire szükség volt, ez csak egy olyan külön ajándék, amit nem is tudok eléggé megköszönni Váci Károlynak, a filmproducerének, mert ez ugye megkönnyíti a munkát, de maga a folyamatot akkor is nagyon, nagyon élvezem, amikor mondjuk nincs mögötte anyagi biztonság, vagy anyagi támogatás. Lesz kiugróan nagyon jó filmed, amivel nagyon-nagyon ismerti lesz ez a Dunói Városi Csapat, vagy éppen Bernát Zsolt? Hát ez a nagyon-nagyon ismert dolog, ez valahol visszás, tehát én nem szeretnék valamilyen szintű celeb lenni, tehát ez a nagyon-nagyon ismert, és mindenhol hallható a neve, és lehet, hogy nem is tudjuk, hogy kicsoda, vagy mit csinál, de az arcát ismerjük, ezt nem szeretném, tehát ez engem zavar, és azt hiszem, hogy egyre inkább zavar. Így azt tapasztaltam így az elmúlt években, hogy először azért persze barom érdekes volt, amikor az első interjút adtam egy újságnak vagy tévének 10-11-2 évvel ezelőtt, akkor az nagyon érdekes volt. Az is érdekes volt, hogy az utcán fölismernek. De egy idő után kezdett zavarni, mert láttam az utcán mondjuk köszönő emberek arcán, hogy ki az, aki nekem köszön, és ki az, aki a újságban látott vagy tévében látott valakinek köszön. És én most úgy gondolom, hogy én jobban szeretném azt, hogyha a film, tehát maga az alkotás lenne ismert. Azt lássák minél többen. Arról beszéljenek a történetről, a mondani valóról, dicsérjék, vagy éppen bírálják, de az legyen a lényeg. Maga az ismertség egyébként már megtörtént így országosan, tehát ez a filmes csapat ez kapott már akkora nyilvánosságot, hogy nagyon sokan tudják az országban, hogy Dunajvárosban van egy ilyen csapat, és hogy együtt dolgoznak. És ez is érdekes volt, mert először a bulvár sajtó talált meg minket, és nagyon érdekes volt az, hogy itt újvárosiak fillérekből mozifilmet csinálnak. Ez volt az első fázis, ami ugye a legharsányabb volt. Később a szakmai... Tudtálsz erre a bizonyos kereskedelmi televízióban történt beszélgetése például? Igen, tehát akkoriban ilyen médiumokban voltunk jelen, mint a Blick, vagy a ilyen reggeli beszélgetés műsorok, amik ugye egy ilyen nagyon bulvár és nagyon felszínes dolog. Én inkább örültem már annak, amikor a szakma kezdett el érdeklődni. Tehát amikor a Filmvilág magazinban jelent meg egy kritika, vagy olyan komolyabb filmes fórumokon merül fel az irántunk való érdeklődés, azt inkább díjaztam már, mert ott már valóban az alkotásokról volt szó, meg a filmgyártásban elfoglalt helyünkről, mintsem az ilyen bulvár része, hogy most akkor itt mennyibe kerül, vagy mennyibe nem kerül, tehát ilyenek. Úgyhogy most is egyébként ezt szeretném, tehát kíváncsian várom majd a kritikákat szakmai részről, és ez a film, ez hál' Isten nem is olyan populáris, nem is annyira harsány, hogy úgymond a bulvár sajtó érdeklődését fel kell tenni. Ez lényegesen komolyabb alkotás mindenképpen az eddigieknél, és ez egy más réteget is fog talán megérinteni, akár szakmában, akár a közönség köréből. Ennek megfelelően akkor az lesz a fontos, amit a szakma fog mondani? Ahogyan ő ítélkezik a filmről? Vagy esetleg a nézők, vagy a szűkebb környezetet? Hogyan rangsoroljuk ezeket a tényezőket? Hát mindegyik. Mindegyikből lehet tanulni. Tehát ugye a filmet a közönségnek csináljuk, én mindig abban hiszek, hogy a film az nem egy önző dolog, hogy ezt én magamnak megcsinálom. Valaki így gondolkodik, én nem. A közönség, igen, a közönség mondjon véleményt, hogy tetszett, nem tetszett, és miért. Nem szeretem a névtelen és rosszindulatú kritikákat. Ugye az internet korábban, manapság a fórumok adta lehetőséget, sokan úgy használják ki, hogy névtelenül bírálnak dolgokat, és akkor ugye nincs is interakció, nem is indokolja. Tehát én azt a fajta kritikát szeretem, ahol valaki elmondja, hogy mi tetszett, és mi nem tetszett, és miért. És mindez jó szándékkal és segítő szándékkal. Ebből tényleg lehet tanulni.
A szakmai kritika szintén nagyon fontos, hiszen egy kritikus más szemmel nézi a filmet, mint egy néző, aki csak szórakozni akar. Ez is nagyon fontos. De én azt hiszem, hogy valahol nagyon komolyan venni egyiket sem szabad. Mert akkor hol maradok én, hol marad az alkotói szabadság. Tehát én mindig azt mondtam a kritikusoknak, hogy én egy lépéssel mindig előbbre vagyok, mert sokkal több rosszat tudok mondani a saját filmemről, mint ők. Mert én látom azt is, hogy mit szerettem volna, meg azt is látom, hogy ebből mi valósult meg, és sokkal többször láttam a filmet, mint ők. Tehát én mindig sokkal rosszabb kritikát tudnék írni a saját filmemről, mint ők. És azt hiszem, hogy inkább az a fontos, hogy magamnak, hogy én mit mondok a filmről, hogy milyen tanulságokat vonok le, mit tanulok belőle, és hogyan lépek tovább. Filmkészítés kortalan. Meddig lesz ez? Így, hogy Bernár Zsolt készít filmeket, és úgy tűnik, hogy számomra egyre komolyabb filmeket. Hát ez, hogyha ezt 2 éve kérdezed meg, 2 éve ülünk le beszélgetni, akkor pont azt mondtam volna, hogy én már befejeztem a filmezést. 2 évvel ezelőtt úgy tűnt, hogy semmi lehetőség, a csapat szétment, mindenki éli a felnőtt felelősség teljes életét, és lezárult egy korszak. 2 éve még ezt mondtam volna. Utána jött ez a lehetőség, hogy ezt a filmet elkészíthessük. Most is ezt mondom, hogy ha lehetőség lesz, akkor lesznek filmek is. Tehát én most már azért nagyon jól elhelyeztem ezt a filmkészítést az életembe, nagyon-nagyon szeretem csinálni, és amit mondtam, hogy írni mindig írunk, filmtervek mindig vannak, sztorik mindig vannak. Az, hogy van erre lehetőség elkészíteni, ami mindig pénz jelent a lehetőség, az pedig nagyon sok mindentől függ. Sokszor pályázgattunk alapítványokhoz, nem kaptunk pénzt. Most hirtelen jött egy magánszemély, aki finanszírozta. Lehet, hogy a következőben megint eltelnek évek, úgyhogy nem tudunk semmit csinálni, aztán valahogy megint jön lehetőség. Ha lesz lehetőség, akkor lesz film is. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Véleményüket, észrevételeiket a következő címre várjuk.